Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat. Hitámer Gábor, én vagyok az Árkályszéki Vonókertok Bozai és Bölcsőnei Intézmény vezetője. Ismét eltelt egy év, és ismét összejöttünk azért, hogy egy kis csapatot iskolába indítsunk. Engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel köszöntsem azokat a település vezetés, illetve a társintézmény részéről, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Matuszka Antal polgármester urat, dr. Janes Zoltán plébános urat, Sas Györgyné általános iskola igazgatóját, Kabany utca Zita tanítónéni, Szabó Márta, Szabó Anikó Márta tanítónéni, akik itt kezdik meg iskolai tanulmányaikat, ők lesznek a pedagógusaik. Sok szeretettel köszöntöm Szabó Norbert itt oktatókat, nagy szeretettel köszöntöm Pap Dezsőnyi Vica nénit, aki részt vett a csoport fölkész iskolába indításában. Társintézmény vezető kolléganőmet, Zomboriné Ildit. Fekete Csabáné, mint helyettes. Nagyné Deve Ágnes, aki szintén óvónéniünk volt a gyerekeknek. És kedves Anikó nénénket, aki segített azoknak, akik egy kis fejlesztésre szólultak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a kívánságot. És nem szeretném sokáig rabolni a gyerekektől az időt, de egy néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. 3-4 év, amíg a gyerekek végigballagnak az óvodai korcsoportokon. Kinek rövidebb, kinek hosszabb idő kell ahhoz, hogy megszokja az új környezetet. Mit is várunk el egy gyermektől? Mikor mondjuk azt, hogy elment az iskolába? Ez egy nagyon nagy kérdés. Amikor elfogadja a szabályokat, és követi az utasításokat, saját szükségleteit tudja késleltetni, és fizikailag is, lelkileg is képessé válik arra, hogy megkezdje iskolai tanulmányait. Hát ezekhez kell nagyon-nagyon sok munka. Nagyon sokan dolgoznak azért, hogy az első sírós napoktól a mai napig eljussunk. Mit jelent ma óvodapedagógusnak lenni? Egy olyan játszótársnak kell lenni, aki sok okosat tud mutatni a gyerekeknek, kalandokba viszi őket, lehetőséget biztosít arra, hogy képességeik fejlődjenek, és egy jó közösséget alakítson ki. Ez a néhány gondolat így elmondva nem is olyan ördögös dolognak tűnik, viszont jó magam 40 év táblatába tudok gondolkodni, és elmondhatom, hogy kettő egyforma gyermek nem volt, és nem is lesz. Az egyén, ők mindannyian egy külön kis egyéniségek, ahányan vannak annyi félék, és közös cél érdekében, közös értékre motiválni őket bizony kihívás minden, az intézmény minden dolgozójának. És én szeretném megköszönni azoknak a dolgozóknak, akik ugyan nem ülnek itt, de mindennapos részt vállaltak a munkából, onnan kezdve, hogy az udvaron a fű le van nyílva, hogy a járva el van söpörve,
hogy a bölcsödében elkezdtek közösségbe szokni, a konyhásnénik, akik minden nap friss, saját készítésű étellel ajándékoztak meg minket, arról nem beszélve, ha valakinek speciális étkezésre, diétás étkezésre van szükségük. Olyan óvodában járhatnak ezek a gyerekek, ami nem mindenkinek adatik meg, még városi viszonylagban sem. A mindennapi tevékenységekben lehetőségük volt még olyan egyéni megsegítésben részesülni, ami szintén nem mindennapos dolog, és saját személyemmel kapcsolatban nagyon kellemes élmény nekem is, és bízom benne a gyerekeknek is, hogy részt vehettek a tanulói programban. Ezek voltak azok a dolgok, azok a lehetőségek, amelyek plusz élményt adtak nekik, amit remélem, hogy magukkal visznek egész életük folyamán. Még mielőtt leteszem a mikrofont, szeretném megköszönni azoknak a segítségét, akiknek része van a mai rendezvényünkben, rendezvényünk megrendezésében. Először is az intézményünk fenntartójának, aki segített azzal, hogy azt a munkacsoportot, azt a brigádot ide irányította, akik nélkül a település rendezvényei bizony nem valósulhatnának meg. Köszönjük szépen ezt a támogatást! Köszönjük szépen a szülői munkaközösségnek azt, hogy ilyen gyönyörűen kidekorálták a sportcsarnokot, és berendezték nekünk ezt a helységet arra, hogy azt a kis műsort, amire nagyon nagy szorgalommal, kitartással készültek a gyerekek, előadhassák kis műsorukat. Én kérem önöket, fogadják őket olyan nagy szeretettel, mint amilyen szeretettel ők készültek. Köszönöm, hogy meghallgattak. És mielőtt elkezdődik a műsor, én megkérem Aranyos Ballagot és pajtársainkat, hogy a vendégeinknek adják át a szeretet virágait. Yeah, thank you.
Köszönöm.
Akkoriban mi is készültünk a gyerekekkel egy kis meglepetéssel. Az óvónéni gyakran találkozik apró hercegnőkkel és overall szuperhősökkel, akik nem létezett teában kínálják őt, saját futballtartások etikettje szerint, vagy nem létezett szörnyek veszélyére figyelmeztetik. Figyelembe méltó tény, hogy a képzelt világokban a részletek nagyon is valóságban logikában állnak össze. Az óvónéni ott figyelkezik a világ szebbétételét, ahol a legfontosabb, a gyerekek között. Hol vasavágat épít mosolyból, szép szavakból, hol almaágat rajzol. Az óvónéni szívvel lélekkel ott van a gyermekeinkkel, és nem így kívülálló, hanem velük együtt él, bizakodva szemleli gyerekeinket, és elmondja, mi helyes, mi helytelen. Köszönjük óvónéninek az értük és gyermekeinként eltöltött segítőkész éveit, áldozatos munkáját. Köszönjük a fogóvénik és dadosvénik odaadó lelkismeretes munkájára, soha el nem fogyó türelmét és jókedvét, a sok-sok vidám percet, meghitt pillanatot, ezt a 3-4 évet, hogy egy ilyen jó csapatot hoztak össze. Fogadják sok szeretettel, búcsúzó versenyzenés összeállításunk, melyre nagy izgalommal és sok-sok muzikorral készültünk. Hálásan köszönjük!
barátom és örömöm. Kalandok várnak el, de tudod, szeretem, szabad találkozom, majd a kicsi szívemet. Ahol még így beszélgetem, emberekkel, téged szívemben. Thank you.
Yeah.